Szakmák versenye, a Hunyadi iskolában is megtartották a karácsonykupát. Sirilla György Moson-Magyaróváron másodmagával úszta át a Dunát a Nemzet Rozmária. Meglepetéssel várták a fiatal focistákat, a Mikulás látogatott el az MTE pályára. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Nem csak a Haller iskola tanulói, hanem a hunyadisok is összemérhették tudásukat az idei karácsonykupán. Az intézmény és a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara által szervezett rendezvény nagy sikernek örvend a diákok körében, akik számot adhatnak tudásukról a házi versenyen. Szeretettel köszöntöm mindenkit! Szerte délelőtt nyitották meg az idei karácsonykupa második napját, ezúttal a Hunyadi iskolában, ahol elsőként Pénzes László, a megyei kereskedelmi és iparkamara térségi elnöke, majd pedig Borsics József köszöntötte az összegyűlteket. Az igazgató elmondta, a nap folyamán nem csak a szakmát tanulók mutathatták be tudásukat, hanem nyílt napot is tartottak, aminek keretein belül az általános iskolások nyertek mélyebb betekintést az intézmény életébe. Az igazgató ezután a kamara támogatását köszönte meg beszédében. Már több éve, sok éve támogatja ezt a rendezvényt. Fontos ez az iskolának, hiszen ez egy reklám, tanulóinknak egy versenyzési lehetőség, éles helyzetben próbálhatják ki magukat. Szeretném megköszönni a zsűri tagjainak a részvételét, az ipartestület, a kamara tagjai, akik a megfelelő szakterületen elbírálják, majd értékelik az elvégzett munkát. Az esemény megnyitóján az iskola tanáraiból álló énekkar adventi műsorát mutatta be. A diákok aztán a délelőtt folyamán az intézményben tanult szakmákból mutatták be tudásukat. A gépi forgácsolók és ipari gépészek a Hunyadi gépipari tanműhelyben várták a zsűritagokat, míg az iskola épületeiben a kőművesek, az asztalosok, a festőmázoló tapétázók, az eladók, a kozmetikusok, valamint a fodrászok mérkőztek meg. A Kamara Moson-Magyaróvári térségi irodájának mindig is kiemelt feladata volt a szakképzés és a régió szakképzőiskoláinak támogatása. Ennek érdekében 5 évvel ezelőtt indították útjára a karácsonykupát, aminek keretein belül a diákoknak lehetőségük van megmutatni, hogy hol tartanak a szakmák elsajátításában. Munkájukat pedig a verseny keretében szakemberek bírálják el, így első kézből kapnak véleményt, amikből a továbbiakban építkezhetnek. A szakemberhiány folyamatos problémát jelent térségünkben, emiatt is nagy szerepe van a hasonló szakmai versenyeknek. De most már nem csak hogy szakember hiány van, hanem most már munkás hiány van sajnos, már a legegyszerűbb feladatokra sem találunk szakembereket vagy munkásokat. Ezért fontos az, hogy minél többen választák a szakképzést, ugyanis már mondhatjuk, hogy egy jó szakma felér egy diplomával. Egy jó szakmán is lehet egzisztenciát és családot alapítani. A zsűri értékelése után aztán megszületett a végeredmény is, a diákok pedig több kategóriában vehették át díjaikat. Nagyszabású Mikulás napi rendezvénysorozattal készült az idei évben Sirilla György, aki ezúttal a Bicónál mártózott meg a Dunában. A háromnapos itt tartózkodása alatt a Dunakiliti, valamint a Moson-Magyaróvári iskolások körében népszerűsítette az egészséges életmódot a Nemzet Rozmária. A Lila Akác cukrászdában várták Sirilla Györgyöt a cserkész csapat tagjai, hogy aztán innen induljanak közösen a Bicóhoz. A Nemzet Rozmária 3 napig tartózkodott városunkban, aminek keretében a Dunakiliti, majd a Móra és a Bolya iskolásokkal futottak közösen. Sok-sok iskolába befutottam, rengeteg gyerekkel találkoztam, megforgattam, megmozgattam a várost egészen jól. Nagyon sok helyen megkínáltak minket, többek között itt a Lila Akász cukrászdában is, és gyakorlatilag a kopjafára sok-sok szallag került. Megmozgattam a gyerekeket az egészséges életmód miatt, ez nagyon fontos volt számomra, illetve hát sok helyen előadást tartottam az iskolákban az egészséges életmódról. A téli úszások sorát idősebb Sirilla György kezdte meg az 50-es években, amikortól is rendszeresen átúszta a Dunát. Fia 1999-ben lépett apja nyomdokaiba 3 fontos céllal. Ezek a hagyomány őrzése, a közönség szórakoztatása és az egészséges életmód hirdetése. A Bicónál aztán több mint 100-an fogadták Sirilla Györgyöt, aki a felkészülést követően másodmagával úszta át a 3 fokos Mosoni Dunát. A Nemzet Rozmária azonban nem elégedett meg az egyszeri merüléssel, így másodszor is a hideg vízbe merészkedett. Akkor kiúszik velem? Még egyet.
fél évet várni. Na megyek még, gyerekek. Gyakorlatilag a 3 fokos volt a Duna, ez elég jól esett, de azért itt is le lehet hűlni, tehát azért valaki belepotyan egy, tudom, egy hajóból vagy valami, abból azért nagy bajok lehetnek. Nekem ez jól esett, de főleg a lelkesítette a közösség, a gyerekek, a családok, és az erőt adott, hogy ilyen jó vidáma meg tudjam csinálni. Sirilla Györgyhez idén egy mosonmagyaróvári fiatalember is csatlakozott, aki szintén sikeresen teljesítette a próbát. Csutak István stábunknak elmondta, nagyjából 2 hónappal ezelőtt ismerkedett meg egy véletlen folytán Sirilla Györggyel, aki akkor felajánlotta a közös úszást. Szerintem ő se gondolta, hogy igent mondok, meg hát akkor nem volt ennyire hideg, úgyhogy azóta készülünk erre a dologra. Nem egyszerű, ez volt a 7. úszásom, azóta lehárisanak meg lett, úgyhogy boldogság. Milyen felkészülést igényel egy ilyen Duna átúszás? Nagyjából az volt a felkészülés, amit ma is láttatok, csak rövidebb ideig, és rendszeresen, tehát ilyen hetente, 2 hetente, ilyen 5-10 percek merülve, úszva, figyelni a görcsökre közel a parthoz, és nagyjából ez volt a felkészülés, és most hétfőn volt egy fő próbánk, amikor a Gyurival 2-en megcsináltuk még egyszer. Sirilla György egyik célja az egészséges életmód hirdetése, ennek keretében pedig az úszás mellett évente több mint 100 kilométert fut a beteg gyermekekért. Saját bevallása szerint pedig a rendszeres jeges edzések erősítik az immunrendszerét. Az MTE minden korosztálya egész évben keményen dolgozott, így kiérdemelték, hogy december 6-án egy kis meglepetéssel készüljenek a számukra. Az edzések után a Mikulás látogatott el hozzájuk, aki az MTE műfüves pályáján és az OFM arénában is meglepte a fiatal focistákat. Bemelegítenek, labdát vezetnek, passzokat, figurákat gyakorolnak az MTE utánpótlás focistái a délutáni edzésükön. A hideg idő ellenére is szép számmal vesznek részt a fiatalok a tréningeken, ez az edzés azonban különleges, mert egy kis meglepetéssel is készültek a számukra. A jól megérdemelt Mikulást elhívtuk a gyerekek számára, hiszen egész évben nagyon jól dolgoztak, hidegbe, melegbe, úgyhogy ez a mai nap ez egy kicsit erről szól. Úgy érzem, hogy ezt megérdemelték. Tél a fó itt van, hó a sufája, még a cipője, leng a szakálla. A fiatalok dallal fogadták a Mikulást, aki az ének után kiosztotta a jól megérdemelt ajándékokat, majd a segítőivel együtt még egy foci meccsre is beálltak. A fiatal focisták stábunknak is beszámoltak arról, hogy mit csinálnak az edzéseken, és hogy milyen ajándékot kaptak idén a Mikulástól. Mit csináltok az edzéseken, mikor ide kijöttek? Hát először is bemelegítés, aztán gyakorlatok, a meccsre készülés, és különböző játékok. Kaptál már ajándékot a Mikulástól? Igen. És mit kaptál tőle? Hát kaptam szaloncukrot, meg egy kis csomagot. Mesélj nekem arról, hogy miért szeretsz te focizni, miért szeretsz ide járni az edzésekre? Nekem az az időtöltésem, meg kiskorom óta csinálom. Az edzéseket nem csak az MTE műfüves pályáján tartják, hanem lehetőség szerint az UFM arénában is, hiszen szükségük is van a gyakorlásra, ugyanis a szezon szünetében sem maradnak tétlenek. Nagyon sok tornán veszünk részt, ugye ez a márciusi versenyidőszakig, a kinti időszakig szolgálnak, nagyon jól szolgálják a gyerekek fejlődését, a játékba maradást, és nem mellékesen, nagyon jó színvonalú és nagyon jó hangulatú tornák szoktak lenni. A zsákodban minden jó, piros halmangot gyorgok. A Mikulás pedig a csarnokban edzőkhöz is ellátogatott, jó gyerekek lévén pedig akárcsak társaik, ők is dallal fogadták a vendéget, aki a nagy öröm közepette alig bírta kiosztani az ajándékokat. Egy szokatlan dolog is történt a mai napon. Kik jöttek? Mikulás bejött. És mit kaptál a Mikulástól? Jó sok szaloncukra volt. De elloptom. Tessék. Először gyakoroltunk, és aztán jött a télapó hozzánk, és aztán meccseztünk, és aztán megint bejött a télapó, és most itt vagyunk. Elkezdtünk ott elején ott fönt bemelegíteni, és akkor így jött a télapó, utána ide lejöttünk melegíteni, elkezdtünk focizni, aztán újra jött a télapó. Az MTE fontosnak tartja az utánpótlással való foglalkozást, elsődlegesen a fiatal futballisták fejlődését. A tréningek folytatódnak, jövő év elején pedig ismét megrendezik az MTE téli kupát, ahova minden érdeklődőt várnak.
Mosonmagyaróvár önkormányzata a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel együttműködve ismét összehívja a Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztalt december 12-én, kedden 16 órától a polgármesteri hivatal második emeleti tanácstermébe. Napirendi pontok között szerepel többi között a civil szervezetek cégkapu regisztrációja, a Nemzeti Együttműködési Alappal összefüggő aktuális kérdések, a résztvevők pedig tájékoztatót hallgathatnak meg a Magyar Államkincstár lakossági állampapír forgalmazásáról. Elszenvedte első vereségét az EUFIRE Mosonmagyaróvár kézilabda csapata. Szerda este az NB1B nyugati csoportjában, Balatonbogláron vendégszerepeltünk a NECA otthonában. A mieink végigfutottak az eredmény után, ám a hajrára 20-19-es előnnyel fordultunk. Mégsem sikerült megszerezni a vezetést, mert a házigazdák előbb kiegyenlítettek, majd az utolsó támadásukból megszerezték a balatonpartiak a győzelmet is. Így már nincs 100%-os csapat a mezőnyben. Röviden a pénteki időjárásról. Az ország nagy részén napos, de szeles időre van kilátás. Délutántól aztán nyugat felől egy hideg front éri el hazánkat, és egyre több felé alakulhat ki csapadék. Kedves nézőink, most programajánlónk következik, majd mai hírhátterünk vendége Bodnár Mária, a Karolina Kórház és Rendelőintézet osztályvezető főorvosa, akivel Segesvári Zsolt beszélget. Ezután a hét versét majd a novemberi egyasztalnál nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb pénteken 19 órakor várjuk Önöket, viszontlátásra!